A függetlenként induló baloldali Nataša Pirc-Musar nyerte meg a szlovéniai elnökválasztás második fordulóját, így ő lesz az ország első női államfője. Az 54 éves politikus, aki egyszer Melania Trump ügyvédjeként is dolgozott, nagyjából 8%-kal győzte le konzervatív riválisát, Anzel Ogar korábbi külügyminisztert. Pirc-Musar az emberi jogok harcos védelmezője, és kijelentette, hogy az elnöki székben aktívabb szerepet akar vállalni elődjeinél.